ott volt még Vincenzo Galilei, aki a fizikus Galileinek a papája volt, és ő volt a társaság motorja, mert ő adta meg az elméleti alapot ez az egészhez. Tehát ők elhatározták, hogy csinálnak egy új zenét. Ezért is ez a címe a Kácsényi Gyűjteménynek, hogy Manuel Musica, mert ez volt a cél, új zene. És ami ebből lett, és annak az összes átmenete, az egyenes vonallal vezet el az operáira. Akkor még nem is olasz, nem is operának hívják, mert az operának egy általános jelentése van, azt jelenti, hogy mű, semmi más nem jelent. Úgy hittem, hogy melodráma, ezeket az első operát tart. Tehát az, gyakorlatilag az Euridice után ugyanarról a témáról Monteverdi-s, mint majd Orfeo címmel, ugye 1607-ben, pár évvel ezután, és így tovább lassanként elkezdődik az opera írás. Annyira, hogy végül is 30 évvel később, 1637-ben megnyílik Velencében az első operaház. Ez egy óriási dolog, mert egészen addig csak főúri udvarokban lehet a zenét hallgatni. Vagy templomban, vagy az arisztokratán tudta a zenét hallgatni. A fornék az maximum, vagy templomban, vagy otthon zenét. Mindenki minden háztartásban volt nyilván valamilyen hangszer, és zenét a kegyék más modern nem volt. 1637-ben ez egyfajta szolgálosodási aktus, hogy pénzt fizetnek és bemehetnek meghallgatni egy zenét. És onnantól kezdve úgy elterjed az operaírás, hogy Velencében egy pár év lefogása alatt egy operaház lesz. Tehát ez hihetetlen különbség. Visszatérve tehát a recitatívóhoz, egyfajta énekbeszédről van szó, ahol a legfontosabb maga a beszéd, nem pedig az ének, tehát maga a dolog ámítosan sem nagyon nagy terjedelmű, tehát valójában az ének intonáció, vagy a beszéd intonációját hívja le. A ritmusa az ugyan meg van határozva írásban, de valójában nem kell nagyon törődni vele, egy ütem részen belül, ameddig a következő akkord nem jön, addig gyakorlatilag a beszéd ritmusa határozza meg, tehát nem a szabad. Ez az, amit a kezdeti stádiumban használnak. Az egész Euridice ebben van megírva gyakorlatilag. Hallgasson akkor az Euridicéből egy példát, és ugye szerint igen. Itt most két szereplő dolgozzál egymással. Thank you.
kultúráltabb zenei, vagy adminiszerűbb recitatívból. A recitatívólak alapvetően két fajtájával ismeretes, úgy szokták hívni, hogy szekko recitatívó és akkompanyáltó, ami arra vonatkozik, hogy milyen hangszerelése van. Az előbb hallott, a Jakub Péli operájában hallott recitatív, hogy szekko volt, mert ez egy passo continuo-ra induló beszéd, az akkompanyáltó pedig általában zenekari kísérletes recitatívó. De igazsága az, hogy én nem nagyon nem 100%-ig fogadom el ezt a kategorizálást, mert valójában nem ebben dolgozik legjobban a kétféle recitatívó, hanem abban, hogy motivikus-e a kísérlet, vagy egyszerűen csak akkor dolgoznak. Tehát lehet úgy, szerintem szekkorgászani, hogy hangszeresen játszák, zenekar játszanak, de mégis szekkor, mert csak akkor játszanak. Tehát ez sokkal fontosabb ez a különbség, mint hogy milyen hangszerelésen van. Ez, amit most hallottunk, ez egy sokkal gazdagabb kísérlet, mint az előbb hallott. De még mindig persze nem olyan motivikus, mint amilyet fogunk még hallani. De most mutatnék egy olyan részletet, ami mondjuk, hogy ennek a monódiának a véglete kivívése, tehát az, amit aztán úgy hívnak olaszul, hogy canto figurato, vagy angolul hívják florid singingnek, tehát az egész ki van díszítve, és ezt abban az időben még le is írták. Tehát ez még nem az a kor, ahol csak improvizálnak, itt még leírnak díszítéseket. És ezt egy olyan zeneszerző írtam, most meg fogunk hallgatni, aki műkedelő, egy arisztokrata, aki műkedelő zenész, és ennek a társaságnak a tagja volt. Úgy hitták, hogy Emilio de Cavalieri, és ő volt gyakorlatilag a mindenese azoknak a játékoknak, amelyeket a Medici udvarban időről időre megrendeztek, valamilyen vagy születésnap, vagy mennyegző alkalmával, és ahol mindig voltak zenék. Az egyik ilyen nagyon fontos alkalom 1589-ben megy vissza, ahol egy esküvő, Lotaringiai Krisztina és egy Medici-nek az esküvője alatt egy prózai darabhoz 6 darab úgynevezett intermédium készült, ami azt jelenti, hogy szünetek, tehát előjáték, 4 szünet és egy utójátékra készítettek ilyen olyan darabokat, amelyek ilyen táncos, énekes, színpadi gépezeteket alkalmazva, hihetetlen látványos dolgok. Más nem mondjak, az egyikhez elválasztották a Medici palotának az udvarát vízzel, és ott egy ilyen hajó csatát szimuláltak például. És amiből én most részletet mutatnék, az az első a 6 közül, 1589-ből. Ennek az volt a címe, hogy a Musica della Sfera, a szférák zenéje. És ennek a bevezető darabjáról van szó. Thank you.
teljesen öncélú, úgyhogy meg kéne ezt valahogy újítani. Ez is egy ilyen elhatározásból fakad, és úgy találták megújítani, hogy száműzték az összes készítést, és száműzték az összes szekolextatívot. Tehát a grup operákban csak akkompanyátot lehet hallani. Én most mutatnék majd egy példát, de előre vetítem, hogy ez egy elég régi felvétel, Sordi vezényi, és csak miután fölraktam, akkor vettem igazán észre, hogy itt a bakkocsatúrákat nem alkalmazza, csak ritkán, mert ez is csak az utóbbi időknek a fejleménye, a historizmusnak az elterjedésével Magyarországon is, meg a világban, hogy az bakkocsatúra használata szinte kötelezővé vált. Úgyhogy hallgassuk egy picit meg a terem. Thank you.
varázsolnából szeretnék mutatni egy részletet, ami teljesen egyedülálló, amennyiben a varázsolnál egy úgynevezett zingspiel. Tehát ellentétben az olasz operákkal, akár Mozart olasz operáival, ahol recitatívóban, itt próza van. A zingspielben mindig próza van, és nem alkalmaznak recitatívót. A varázsolnál a kivétel, mert abban a jelenetben, ahol Tamino fel akarja keresni Sarastro irodalmát, és ott találkozik az öreg pappal, akivel beszédbe egyedik. Na ezt ő egy hatalmas akkompanyátóba írja le. Ez egy 10-valahány perces részlet adott el, egy egész jelenet, amely minduntalan, hol akkordozik és recitatívószerű, hol pedig ebben is rengeteg ilyen áriózó részlet van, ilyen majdnem ária. Ebben egy keveset van. Két legtöbb ember részére.
rendelkezési forma van, ami most már, ahogy az előbb mondtam, kötelező, az lapocsatúra. Ez a kutatpélda, amit oda tettem, ez ebből a könyvből való, ami nem más, mint a Donington, Robert Donningtonnak barokk zene előadás módja című kézikönyve, aminek a magyar változat csak egy része, angolul van meg teljesen, de ez is nagyon-nagyon hasznos könyv. Itt a recitatívról is nagyon sok minden van. Úgy épül fel a könyv, hogy régi forrásokat tesz be, és tovább értelmez és magyarázni őket. És ez nagyon hasznos dolog. És az ott a példa is azt mutatja, hogy ahol a jelölések vannak fönt, ott kéne valamit csinálni, ugye? Tehát például az első esetben tehát a legalsó jobboldali pici kis mutatója mutatja, hogy mi a megoldás. Tehát, hogy igazából egy tetszlépés nem lehet így meglépni. Tehát ez az, amiért én évek óta küzdöttem a zeneiskoláimban, hogy ez ne legyen, hogy perceket lépnek és nem töltik ki, de teljesen reménytelen volt a helyzet. Ez kötelező, hogy ott be kell érni, ebben az esetben egy pét, ahogy ezt látjuk az utolsó jobboldali kutyájában. De egy csomó más esetben lehet alulról, a két egyforma hangban, ezt hívják feminizálatnak, ott vagy fölülről, vagy alulról kéne változtatni rajta. Vannak olyan állapok, amit maszkulinnak hívnak, ezt a Donington azt mondja, hogy ez könnyű felismerni, mint mond, azt mondja, hogy ha azt mondja rá az ember, hogy a nevem Éva, ezt lehet rámondani, akkor az feminin, a nevem Pál, ez maszkulin. Tehát, hogyha egy darab hang van, akkor az a maszkulin zárat, hogyha két hang, akkor az a feminin zárat. Mindenesetre a tetszlépés azt illik kicsölteni. Akkor itt van, ahol dupla hang van, a második sor tetején a B-vel jelzett, az megint egy olyan helye, ahol nagyon, hát elég hihangzik, ez nem olyan jó példa, vagy nem szép példa, ez egy konstruált példa, de én fölmennék G-re, tehát F-E-G-F. Akkor utána lehet, hogy a következő példában érdemes alulról csinálni ezt, tehát sok H után fölmegy H-H-H-C, H-C, még egyszer a két C helyett. Tehát ezek lehetségesek, de az első az A példában kötelező. Akkor vannak olyanok, hogy a kadenciális ilyen kvárt lépések lefele. Ugye az is sokszor olyan, hogy azt mondod valami, hogy igen. Igen, tehát föntlátjuk, hogy ez nem normális dolog, az egyiket muszáj fönthagyni. Tehát mindenképpen ezzel változható meg a monotonságát a két G-nek. És a többi példa is elfelé mutat. Az a legalsó példa, ott ki van készítve az alsó sorban, ugye a két G helyett, a gisz, az két gisz, igen, van egy ágisz, mint lehetőség. Én a legutolsó például nem is így csinálnám, hanem alulról lennék rá H-val. Esetleg szerint. Vagy lehet, hogy semmit sem csinálná az ember, tehát az is elképzelhető. De az biztos, hogy egy recitatívóban minduntalan lát az ember ilyen lépéseket, és nagyon sokszor a hallgatók nem tudják ezt, hogy mit kell csinálni. Nagyon sokszor nem hangzik ott el a pozsatúra, ami nem jó. És mégis azért a legfontosabb, ezzel is nagyon fontos, de a legfontosabb mégis csak az, hogy az ember értse a struktúráját, és értse a mondatot, amit énekel. És akkor rögtön van egy ritmusa, rögtön feledik.